Az előző részben ott hagytuk abba, hogy ugye itt a Howling Rocknál vannak problémák. Hol is? Itt valahol. Nem itt, hanem itt. Az Ogre-hegységnél. Mert hogy ugye érkezik Olug, és hát két sereggel is várjuk őket, vagy állik őt szeretettel. Viszont amiről nem volt szó, hogy ezen túl még rengeteg minden maradt ebben a körben. Tehát sok lépés kell még megtenni, vagy valami ilyesmi. Az egyik ilyen itt északon Fikrik, aki még nem lépett erre, és ugye tud lépni, mert az Iron Stormot kéne elfoglalni vele. Elfoglalunk itt ugye, elfoglalás vele döntöttem végül, igen. Ez a legújabb terv, úgyhogy Xian Ling, vagy Xian Liang védi ezt, nyilvánvalóan elfoglaljuk. Amire én számítok, az azt majd, hogy a AI körében fog lépni az ork, és megtámadja ott az ott átsorgó két egységemet, úgyhogy szerintem az lesz a következő izgalmas dolog itt. Iron Stormot átadtam, itt Rohedzsáros Romolja Gundobádot, ami egy, lehet, hogy ők is ki fognak támadni egyébként, lehet, hogy ő is erősnek érzi magát, és lehet, hogy igaza is van, de azt megpróbálom majd azért megnyerni. Xintól mondjuk bemehetne oda segíteni neki. Azt hiszem, az nem volt vele semmi terve, mert ezt a kereti részt már securoltam, és akkor Deus is bemehetne Xintua seregébe, és az plusz egy egység. Igen, ez várató volt, a Bondrattal az megjelent, és azt mondja a játék, hogy meg fogom nyerni, de csak Pyrrhic Victory lesz, úgyhogy ez akár még izgalmas is lehet. Sok fekete ork van az ő oldalukon, egy darab Big Un, van pár Ork Boys, Ork Boar Boys, Goblin Spider-ök, a különleges egységek közül Doom Diver katapult, van egy Arachnarok Spider csapat, de az nem a nagy Spider, azt hiszem, de lehet, hogy igen. De az a nagy Spider, az nem a csapat, Gigantic Spider, ja, megírja is. Goblin Rock Lobbers és a Reinforcements, aki pedig másfél perc múlva érkezik meg, azok között meg nagyrészt Goblinok, Ork Arrow Boysok, Lava Spider Riderök és egy darab Arachnarok Spider, tehát két nagy Spider ellen is meg kell küzdeni. Ráadásul Bokca csak hát ő kezdi meg a csatát, és Jarik majd később csatlakozik hozzá, úgyhogy ez azért ez izgalmas lesz. Mindenképpen az a cél, hogy kibírni, kihúzni, addig még megérkezik az erősítés. Úgyhogy ide mondjuk kb. Így lerakni őket. Hát egységeink azok úgy vannak, hogy van nekünk egy Blessed Code One Spider Riderünk, vagy mi Blessed Code One Riderünk, meg van egy Blessed Croc szigorunk, és a többi az amúgy távolsági egység, még Jarik tud itt valamit csinálni, de nem vagyunk túlságosan elereszve szerintem közelharci egységekből, úgyhogy hát igen, ez kicsit félelmetesnek tűnik, nem fogok hazudni, de kibírjuk, tehát egy perc alatt talán fel sem fejlődnek, és lehet nem is akarnak felfelé, nem, ők is visszavonulnak oda. Hát figyelj, én nem fogok támadni, az egészen biztos, tehát én nagyon boldog vagyok itt a háttérben. Őre nem tudjuk eldobni a varázslatot, mert nagyon-nagyon messze van. Igen, ő is megvárja az erősítést. Jó, ez egy jó taktika. Anyai közben varázslatokkal szét tudok közöttük, berendet tudok közöttük csinálni, vagy legalábbis kis káoszt, például ezzel itt, oda beküldtem egy vortexet, most pedig a hátra maradt Doom Diver katapultokat próbálom meg itt kiszedni a csatából, amilyen gyorsan csak lehet. Sajnos a vortexek pont rossz irányba mentek, de hát Istenem, ez van. És úgy látszik, hogy nem akarja az AI megvédeni feltétlenül ezeket a Doom Diver katapultokat. Goblin Rock Lobber és Doom Diver katapult, igen, ezek most elég komoly sebzést elszenvednek, köszönhetően a Razordon Hunting Packnek, még 10 másodpercig. Sajnos nem eleget ahhoz, hogy teljesen kivegyük őket a csatából, úgyhogy nem 10 másodperc volt, mostantól van 10 másodperc, úgyhogy azért megpróbálok valami kis sebzést bevinni. Ezek az Ork Big Unok kapjanak az arcukba valamit. Na, ez is számít, ez a beadott sebzés. Az erősítés közben megérkezett, úgyhogy most már fel tudunk szépen fejlődni. Még egy varázslat. De az ijászokat próbálom meg ezúttal becélozni, hát ha sikerül. Közben ők megindultak. Én a másik oldalon felfejlődés alatt vagyok. Az egy nagyon szép. A következő szintén egész jó. Ezek most jóknak tűnnek. Legalábbis az elején mindenképpen jó sebzéseket csinálnak, itt a háttérben már annyira nem, de
Ennek most így kb. Ez a lényege, hogy csak pusztítson igazából. Ha már az elején pusztít valamit, már az egy jó hír. Már most fel kell arra készülni, hogy komoly veszteségeink lesznek ebben az ütközetben. Ez az idézés most valószínűleg nem lesz egy bajnok esélyes idézés, mert biztos, hogy mindenki azonnal megfordul, és elkezdi lőni őket. De hát egy... nem senki, le se szarják. Oké. Akkor viszont mehet a támadás. Jönnek itt fekete orkok, megpróbálják őket le... semlegesíteni, és jönnek az ijászok is, tehát azért valamennyire igen, megkapják itt az arcukban. Talán még egy sebzés belefér a Goblin Rock lobörök irányába, és az, amiatt már el is kezdtek villogni, ez most nem lesz elég egyébként semmire, tehát szerintem vissza fogja kapni a morájukat, de ez isnek jó volt egyébként, abszolút jó volt. Látjátok, hogy óriási a túlerő. Ti most kaptok egy... Nem, még nem most. Most beküldöm az ork boyzok irányába, a borboyzok irányába ezeket, a srácokat, és kapnak egy olyan varázsolót, amitől nem fognak sebződni, remélhetőleg. Ott valakik vannak az erdőben, de azokat nem tudjuk megnézni. Vagy a Lava Spider Rider archerok voltak, akik kezdtek lőni. Oké, lassan jöhetnének a varázslatok, kicsit belassítom az időt. Tehát például beadhatunk, hát inkább az ijászokat érdemes ütni, igaz? Ilyen varázslatokkal. Ott ki is adja a mágiát talán. Ah, igen, ott megy a varázslat. Ezeket kiküldjük előre. Kicsit kitámadunk velük, csak hogy ne üssék az egységeinket, illetve bombázni is el kell indulni. Ott ledobjuk a bombát azokra, az íjászokra, és azzal hátha pont meg is futamítatjuk őket. Ott, jó, az oda. Az egy jó támadás volt, bár nem volt elég igazából arra, amire szántam, de jó támadás volt. Itt még mindig kitart a protection. Kroxigorokat elkezdték lőni sajnos az íjászok. Az íjászokat jó lenne a lehetőleg gyorsabban kiszedni, amíg az egységeink közelharcisat játszanak. Kroxigorokat szintén előre küldjük. Temple guardok, az a baj, hogy ez egy large egység. És a large egység ellen nincsen túl sok mindenem. Most kb. Minden varázslatot ki kéne használnom, ami rendelkezésre áll ahhoz, hogy ebből összehozzak valamit. Egyelőre nem úgy állunk. Viszont jobb szélen nagyon szépen teljesítettek ezek a Blessed Horde-vanok, őket akár megpróbáljuk ráküldeni az ijászokra, hát ha tudnak ellenük kezdeni valamit. És itt nem szabad elfelejteni ezeket az egységeket, amik most így állnak ezek fölött és nem csinálnak semmit. Vagy talán ijászkodnak, de például a bombák azok nincsenek ledobva. Pedig az lenne a lényegük. Ott talán pont elmenekülnek a bombák irányából. Picit elmenekültek, az tény. Jó, itt jönnek a... Nem jönnek, mert engage erődve vannak. Igen, sajnos elkapták a Blessed Horde-vanokat. Próbálom őket valahogy így okosan rakni. Itt van egy Temple Guard egység, ami egyelőre még nem csinál túl sok mindent. A Goblin Archernek neki küldhetjük egyébként ezt a Dreadsorient. Az a Dreadsorient valószínűleg meg fog halni. Hát azért ott nekem nincsenek túl nagy illúzióim. De hogyha sikerül elvinni magunkkal jó sok egyéb egységet, az már egy jó kezdet lenne. Ez itt küzd. Adjunk egy kis extra támadást nekik. De remélem te is lövöldözöl valahova. Mondjuk leginkább mondjuk oda kéne. Minden irányból ugye óriási támadás alatt vagyok. Jó, bejött egy Arachnorok Spider. Az gond. Az Ancient Salamander nem biztos, hogy fel van erre készítve. Hogy pont velük megküzdjem. Találtam egy Blessed Goldwan Spider egy... Goldwan Spear Rider, mindig Spider-t mondok Spear Rider helyett. Spear Rider egységet, akik mondjuk el tudják zavarni az Error Boys-t. És hogyha nincsen támogatásuk hátulról, akkor az eléggé gyengék egyébként a srácok. Az orkok. Még mindig van varázslatom. Mondjuk beadhatnánk ezeknek egy kis tűzgolyót. Az egy viszonylag jó sebzés volt. Oké, megadjuk a védelmet ennek a srácnak. És most viszont a rock globulöket szét tudom kapni. Mert most már senki nem védi őket. És nem adtam meg a védelmet, mert ugye cancelözik egymást. Tehát megkapja Itza védelmét. Itza? Quetzal védelmét. A Dreadsorient, és ez inkább legyőzhetetlen
gyilkológépé válik ezáltal, ráadásul rengeteg sebzést abszorbol. És ez az, ami igazán fontos. Ez az, ami a legnagyobb előnye ilyenkor ennek az egységnek. Nem is az, hogy az egy dolog, hogy nagyon sokat sebez, de hogy sokat ütik is őt, és ezért nem mást ütnek, nem olyat, akinél ténylegesen történik valami. Az a kroxigorok persze halálra vannak ítélve. De ez teljesen rendben van. Jó, ezek elmenekültek, akkor megpróbálom behozni ide, mielőtt még elpusztulnak a hunting packet, de szerintem ez ennyi volt. Viszont a Pterodon Riderök meg térjenek vissza. Akárcsak ezek Blessed Horde-vanok, pont megfutamították az ellenséget, ők is az Arrow Boys-oknak neki mehetnének. Jelenleg nekem áll a zászló, de ezt nem szabad elkiabálni. Bármikor... annyira törékeny most ez az egész felállás, hogy bármikor fordulhat a kocka. Amíg ez mégiscsak befértek. Egy-két sebzést be tudnak vinni. És még mindig van két varázslat, ami segíthet. Az egyik az a Quetzal, a másik pedig a Beast. A Vortex-ot sajnos elfogyott. Ez a srác nem is harcol egyébként. Pedig igény az lenne rá. Adjon magára egy recharge-ot. Magára nem tud, akkor adjon a... Jó, akkor ne adjon senki a recharge-ot. Hanem... ugye visszaállítani a kombatantnak a HP-ját, az pedig szintén a Dreadsorient, az óriási tankunkat fogom ezzel megtalálni. Kész rögtön át is küldök a másik oldalra, ott menekül egy pók, az nagyon jó. És megint lejöhet egy ilyen, amivel pedig mondjuk a hátba kapjuk ezeket a srácokat itt. Akkor talán pont elmenekülnek. Ezek most rossz irányba állnak, de semmi gond. Illetve te is elmenekültél, de most visszahozok mindenkit, aki fura helyeken ácsorog, mert ugye elindult egy irányba és rájött, hogy igazából van még benne annyi küzdőerő, hogy ezt megoldja. Te bemehetni oda harcolni, vagyis te mi ellen harcolsz? Multiple Competence ellen jó, ez a varázslat, azt hagyjuk. Inkább csak menj be oda és küzdj, gondolom. Itt még vannak ilyen szó, akik nem adták fel, jön vissza a pók, ami borzasztó hír. De majd a másik meg elmenekült cserébe, az meg szuper hír. Hol van a Sorianem? Azt remélem nem menekült még el. Lehet, hogy elmenekült. Mindegy. Ja nem, ott van. Megadjuk rá a Protection-t. Az íjászok nagyon elkezdték lőni ezt az egységet. Úgy, most elkezd összevonulni a frontom. Ez rossz hír. Azért, mert az íjászok visszatértek. És ezt nem látta jönni senki. Legalábbis én. Nem nagyon van semmi az íjászok ellen egyébként. Főleg gyorsan mozgó egységek nincsenek. Most már itt ezt... Le kéne hozni önerőből, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg sikerülni fog. Ha elindítunk ezt a Dreadsorient elindítom az ellenség felé, már neki az talán elég lesz ahhoz, hogy elmeneküljön. Megint csak visszatöltés, a Dreadsorient gyógyítsuk tovább, mert ráfér. Nagyon nehéz lekövetni, hogy hol mi történik. Például te, jó lenne, hogyha az íjászokat lőnéd. Itt vannak szintén, akik hát már nem kifogytak a nyilakból, szóval az nem működik, viszont valahogy sikerült megnyerni ezt az ütközetet. Hát nagyon kíváncsi leszek a végső statisztikákról, hogy mennyit vesztettünk, például a kroxigorok valószínűleg meghalnak. És talán sokan azok közül is elmenekültek. Azért az nem semmi, hogy 2400 ellen 600-an megálltunk, és ők 1900-at veszettek, 500-an maradtak, mi 177-en maradtunk, azért az is nagyon durva, hogy ennyit veszíteni Lizardmanekkel. Tehát elveszítettünk egy Blessed Cold One Spear Rider-t, egy Blessed Pterodont, mondjuk ez egy Regiment of Renown, szóval annyira nem számít. Van egy King Priest-et, szóval ő is meghalt. Temple Guard, elég magas szintű Temple Guard volt, ez elég para. Blessed Horn van, két Sacred Kroxigor, egy Ancient Salamander, viszont például a Blessed Tagadon életben maradt, az egyik legfontosabb egység is, csak nem látom most hirtelen, hogy hol van, de ugye a nagy erős tankunk, hát nem, most nem fogom megtalálni,
A lényeg, hogy a másik oldalon azért nagy részt inkább goblinok vesztek oda, és maradt még elég sok egysége, amúgy. Tehát, hogy ezzel még abszolút nem vagyunk kint a vízből. Némi visszatöltés, de hát ugye csak a fősereget tölt vissza, és ez borzasztó kevés. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy engedjük szabadon a foglyokat, és nézzük, hogy lesz-e valahol máshol támadás, hiszen máshol is egyébként számítok rá, hogy konkrétan éjszakon egy várból kitámadás, én még várnék. Ami nem történt meg, úgyhogy ez szuper. Tom Pimfield egy kicsire meghalt a csatában, ez nagyon szomorú. Viszont, ha jól látom, akkor meg is semmisült a valsereg. Igen, ez már egy másik valsereg. Oh, itt van egy harmadik frakció, vagy kicsoda. Ne! Oké, ezek most nagy bajban vannak, ezek a seregek. És még egy körével elvileg nem mozdulhatok itt bokcával. Ezek biztos, hogy meg tudnak támadni a következő körben. Tehát az a kérdés, hogy feladjuk-e ezeket, és elmenekülünk a francba. Mondjuk zárkapuj alá. Vagy pedig nem. Howling Rockhoz nem tartozik semmi. Jó, én azt mondom, hogy meneküljünk. Tehát adjuk föl itt a képzést. Nem tudom ez meddig, mióta képződik, de szerintem ez 4-körös képzés. Tehát adjuk föl és meneküljünk el. És azt nézem, hogy ő például meg tud támadni, hogyha ide állok, akkor is. Tehát valóban ide kéne? Talán valóban ide. És majd onnan visszavonulni a Gates of Zárba. Jarikkal is azért együtt kell maradni ennek a két seregnek. Szóval Jarikkal még ide jövök. És akkor elvileg itt nem fognak tudni elkapni. Az, hogy tudok-e képezni valakit időközben, az egy másik kérdés, mert nem vagyok benne biztos, hogy igen. De mindjárt megnézem. Talán ugye Regiment of Renown, és abból konkrétan csak egy van, amit le tudok hívni, de van egy, amit le tudok hívni, tehát azért ezt érdemes pozitívan nézni a dolgokat. Globálban le tudok hívni egy kör alatt sok egységet, az nagyon jó. Csak sajnos a globálra összesen 5 slot van. És akkor már inkább én egy sereget erősítenék, Jarikét. Egy Feral Troglodonnal, egy... most jelenleg ugye az volt a probléma, hogy nem volt első sorunk. És az első sorra a legjobb az a Kroxigorok lennének, csak azok 3 kör. Úgyhogy most visszamegyünk a Dedóba, és lehívok sima Saurus Warriorokat. Így. Bokcával meg, hát igazából vele a max annyi maradt, hogy... A bokca nem is tud még... miért nem tud bokca építeni semmit? Vagy egységeket lehozni? Military Chain, Building Terrific, Fellow Recruitment... ja igen. Mert ezek nem tudnak lokálban lehívni egységeket. Whoops, ezt el is felejtettem. Na mindegy, bokcával akkor most így kitartunk, gondolom. Délen ugye Nakai utolsó dolga még az, hogy bevegye ezt a templomot, Kairosnak az utolsó erődjét. Úgyhogy ez meg is történik most. Ez megint csak nem lett volna túl izgalmas, hát a lejátszani, úgyhogy ezért hagyom ezeket csak így. Csak így hagyom, tehát hogy játsszál a gép, whatever. És azt hiszem, hogy itt az van, hogy itt nem tudom, elfoglalgatom-e, vagy elpusztítgatom-e. Talán ezt elpusztítgattam eddig, de most ezt most pont elfoglaltam. Na mindegy, remélem nem lesz túlságosan ideges a srác. Itt, ő, akinek totálra tudom a nevét. De most akkor azt jelenti, hogy itt végeztünk délen. Nincsen senki, akivel háborúzok, ha jól tudom. Igen, ami azt jelenti, hogy viszont Nakai szerintem most tengerre szállhat, és felhajózhat az Ogre-hegységbe, vagy arra a sivatagi részre, és felveti a harcot az orkok ellen, mert hogy azért mégiscsak úgy tűnik, hogy ez egy jelentősebb probléma lesz, mint aminek elsőnek tűnt. Viszont nyugiban lement ez a kör. Ott az egy komoly What the hell is going on? Ez micsoda? Itt mi történik? Ezt te is látod, hogy van itt egy ilyen izé. Na mindegy, szóval komoly lemorzsolódások lesznek azért itt, hogyha nem maradok a part mentén. Úgyhogy muszáj vagyok kézileg irányítani ezt. Mert akarja a fene, hogy úgy érkezzenek meg a legnagyobb seregem, ilyen cafatokban érkezzen meg, vagy a legjobb, bár lehet erről vitatkozni. Ezek a Dressoriannak azért elég kemények.
Na, hogy állunk a többi fronton? Nézzük át mindegyiket. Ugye itt bevettük Traxtalant, és azt lehetne, hogy segítünk Gorroknak, mert hogy mindjárt végzünk itt a, ezzel is a borduló erőnddel. Konkrétan most fogunk végezni vele. Vele fog menekülni. Igen. Így pedig el tudom kezdeni az ostromot, és anélkül, hogy ő bezavarna, nem mint ilyen óriási sereg lett volna, de hogy el tudjuk kezdeni az ostromot, és folytatjuk is. Tehát most ez hiába mondja azt, hogy megverném. Úristen, készültél Bastion és a Frill Trebuchékon túl? Olyan metált játszik nagyon. Szóval csak folytassuk az ostromot, álljunk rá. De hogy itt van egy másik sereg, ami akár el is indulhat északnak, a Temple of Kara irányába, és bevehetni azt a Huntmaster General-től, Huntmarshal Expedition, mert hogy ők, hát gyakorlatilag ők vannak még itt, meg az orkok, akik nem ide valók, erre a déli részre, Lustriába, ami ugye mi otthonunk, és mi lenne, hogyha ők se lennének itt. A Issacon, Fortress of the Eye, ami kb. Az egyik utolsó települése szintén, itt a Vilicséknek, ha jól tudom, ez szintén nem kezdem el az ostromot, hanem csak beállunk ide, mintha nem lenne holnap. Te kapsz egy ilyet, Wayfarer Ability, Strider Ability, azt mondjuk menjen egy Kroxigornak, és folytassuk az ostromot. Most már itt tényleg nem kell sietni semmivel. Az orkoknál a helyzet az, hogy visszavonultak a hegyekbe. Itt ez a Crooked Moon-os elég sok sereg. Szóval ők nem fognak leereszkedni, viszont Shinkwa et Splita itt maradt. Őt tudom, hogy nagyon gyengék vagyunk meg minden, de megpróbálhatnánk támadásra ösztönözni. Hát ez egy elég erős seregnek tűnik nekem. Most ha összehasonlítom vele, igen, kb. Egyenlőek vagyunk, de Bokca is ott van. Szóval azzal is érdemes számolni. Ha mondjuk ide beállok Bokcával a Howling Rockhoz, csak hogy nélkül se tudja elfoglalni, és Jarikkal mögé állok ambusban, akkor szerintetek mi fog történni? Szerintem mindjárt kiderül. Ambus és Bokcával pedig elkezdek lehozni egységeket messzi földről, globálban, és olyanokat, amiket sokáig tart globálban lehozni. Kivéve, hogy nem, mert építeni kéne ahhoz, hogy legyen ennek értelme. Mindegy, valakit mindenképpen el kell kezdeni lehozni. Ki az, aki egyből lejön? Hát, kb. Senki. Salamander Hunting Pack, Razorden Hunting Pack, meg Feral Bastiladon. Mégis most úgyis csak az számít jelenleg, hogy nőjön a seregnek a mérete. Majd később feltölthetjük ezeket közelharciakkal. Kroxigorokkal konkrétan. Most jöjjenek ezek, amik egyből megvannak. A Feral Bastiladon közelharci egyébként, szóval olyan szempontból nem mondtam hazugságot. A Bonratla az tényleg támadott. Viszont azt mondja, hogy nagyon csúnyán ki fog kapni ezekkel szemben. Pedig ott van a Settlement Garrison, ott van Bokca serege, érkezik a Reinforcement. Én ezt most lehet, hogy kipróbálnám, de tök jó lenne, hogy látnám a térképet. Mármint azt, hogy leereszkedtek-e a hegyekből a többi orkék. Mert ha igen, akkor inkább menekülni kéne. Hagyjuk ezt meg a következő részre. Köszönöm a figyelmet mára, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!